Srácok, holnap iskola. Jó van. Eddig is volt. Ma is volt. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok. A képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van. Nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni. A linket megtaláljátok a leírásban. Végre, hát ezt a szünetet már nem bírtam, hát már kéne menni iskolába, alig várom már. Most már elmúlt a szünet, be kéne indulnia az agytekervényeknek, hogy tudjak most már tanulni. De jó volt ez a szünet, hop-hop, ez egy hasmenés lesz, egy héttel meg kell hosszabbítani. Elfelejtettem megcsinálni hónapra a matek leckét. Húha, na jó van, most megcsinálom. Elfelejtettem megcsinálni a matek házit. Oh, tényleg? Hát holnap nincs is matek, nem kell megcsinálni! Elfelejtettem megcsinálni a matek leckét, amit a szünetbe adtak fel, de holnap első óra előtt lemásolom majd a Kittyről. Anya, majd akkor légy szíves, keltsél föl reggel, mert hónap suli. Anya, engem majd nem kell fölkelteni, majd fölkelt engem az ébresztő. Igaz, hogy szenvedés lesz, de nem baj. Jó, akkor ki is kapcsolom az ébresztő órát. Szerintem fel tudok kelni magamtól. Ha meg nem, akkor majd beérek második órára. Este 8-ig még belefér egy Fortnite meccs. Anya, hadd éjfezzek már 10-ig. Kész van az összes lecké. Mindent megcsináltam, megtanultam. Léci! Nekem nem mondja meg senki, hogy meddig üljek a gép előtt, jó? Ha én álmos leszek a suliba, az az én problémám. Ennyi. Jó az iskola, de azért várom a tavaszi szünetet. Lesz tavaszi szünet? Tavaszi szünet? 2 darab nap? Várom azért, várom. Láttam az osztálycsoportban, hogy holnap dolgozat. Hát első napon. Jó van, akkor tanuljunk. Ez micsoda? Holnap reggel első órában dolgozat? Hát de, ki fog erre tanulni? Majd reggel megtanul. Valaki posztult az osztálycsoportba? Itt az ideje kilépni. Én ezeket nem akarom látni. Végre újra találkozhatok az osztálytársakkal. Oh, holnap találkozok végre az osztálytársaimmal, majd jó el leszünk. Hát az egyik jobban kikészít idegileg, mint a másik. Na majd valahogy kibírom. Bakker a matek lecke! Ja, csak a matek lecke. A négyzet meg B négyzet egyenlő C négyzet. Kirasztom a kis ujjamból álmomba. Végre újra iskola, nem fogok itthon unatkozni. Á, de kár, hogy most már nem tudok egész nap kockulni. Nem akarok suliba menni! Hát a kedvenc sorozatomat nézem, és nem tudom egy nap alatt végignézni így! Ez az, ha felnövök, programozó leszek! Most kell majd jelentkezni másik iskolába, megyek autószerelőnek. Májusban fogok érettségizni, és még azt sem tudom, hogy mihez kezdjek az életemmel. Holnap suli! Ez az, holnap suli. Holnap suli. Bízunk benne, hogy szórakoztató volt nektek ez a videó. Senki ne értse félre, tényleg csak a humor kedvéért készül. Sajnos, ahogy növekszik az ember az életében, így alább hagy a motiváció. Nem mindenkinek, tudom, hogy vannak kivételek. Például az Ádika esetében egy alsós iskolás is lehet szomorú, hogy suliba kell menni, vagy nem szeret suliba menni. Lehet motivált is, ugye, hogy nagyon várja az iskolát, találkozzanak az osztálytársakkal középiskolába, ugye. Vagy egy középiskolás is lehet motivált és mehet. Csak próbáltuk így viccesen előadni ezt az egészet, nehogy félreértés legyen, mondja Rádika? Ja, csak hogy ugye én is már felsős vagyok, csak így igen, jött ki, hogy minden... Igen, ezért mondom, hogy ez a való életben nincs így, hogy az Rádika az, hogy végre iskola, ilyet soha nem hallunk tőle. Nem másul így, ezt szoktam mondani. Úgyhogy tényleg nincs igazság alapja, ez csak egy ilyen kis poénos videó volt, és Farkas Rolandtól kaptunk egy csomagot, még ezt szeretnénk kibontani így a videó végén. Robban! Cukorka! Oh.
Még egy! Jó. Még egy! Még egy, ez a tér. Ez még tér. Egy! A, ez ilyen tudom milyen. Ez a tér, Roni. Jó. Van benne egy táblacsoki, nekem nem kell, nem eszek édességet, illetve vannak még benne ilyen savanyú rágó, ilyen robbanós cukorka. Szia Dani, nagyon jók a videók, nagyon megnevettetsz, amikor itt voltál Kecskeméten a videós találkozón, engem hívtál ki a színpadra, és ezt köszönöm, imádom nézni a videóidat, én 8 éves vagyok, második osztályba járok, remélem még jössz Kecskemétre, és akkor ott leszek, én mindig nézlek. Köszönjük szépen Farkas Roland, és tényleg mindenkinek sok kitartást kívánunk az iskolához. Tanuljatok, fontos a tanulás, fontos a tudásnak a továbbfejlesztése. Nem a jegyeiteken fog múlni az, hogy mennyire sikeresek akartok lenni az életben, de higgyétek el, a pedagógusok és a szüleitek a legjobbat akarják nektek. Tanuljatok, fejlesztétek magatokat, és kívánom, hogy mindenki találja meg azt a tantárgyat, azt a területet, amiben jó a legjobb akar lenni, és motiváltan tudja elvégezni ezt a tanulási folyamatot. Úgyhogy ne adjátok fel, nyomjátok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett! Akkor lájkoljátok és iratkozzatok föl a Nazdániel csatornájára. Köszönjük szépen! Sziasztok!